Hello, hello, hello. Hi, hi. Hola, ahoy, hey, hey ho, ho ho. Hello mindenki, Andi vagyok, és ma egy nem könyvesteg videó következik. Nem is olyan régen egy messzi-messzi galaxisban Annie a Moore-ról kihívott egy filmestegre, és most megcsinálom neked, puszillak innen is. Annie az egyik cserfes, molyos lányom, és hát igen, ezt így neked küldöm. Első kérdés. Ja igen, azért csinálom meg, mert mikor Annie kihívott, akkor így gondolkoztam, jó, hát ez nem könyvesteg, de kit érdekel? Első kérdés, melyik volt az első meghatározó film, amit láttál? Hát, ha onnan nézzük, hogy mondjuk gyerekként az Oroszlán király volt az ilyen nagy kedvencem, akkor mégis az is egy meghatározó film számomra. Ha tovább megyek az időben, akkor az egyik ilyen nagy meghatározó film élményem az a Mission Impossible. Annak idején apa mellett sok olyan akciófilmet láttam, amit igazából nem magam miatt néztem, csak hú, apa nézett valami filmet a tévében, és odaültem mellé. És a Mission Impossible is ilyen volt, és azért meghatározó ez a film élmény, mert évekkel később, amikor már így nőttem, és így több ész volt a fejembe, akkor így rájöttem, hogy egyébként én nem is értettem elsőre ezt a filmet. A Mission Impossible az egy ilyen örök kedvenc maradt. Második kérdés, melyik az a film, amit utoljára láttál? Ez könnyű, a Thor Ragnarokat néztük meg nemrég Noémi barátnőmmel, akit most már ismertek a csatornáról, és hát inkább nem tetszett nekünk, mint tetszett volna, úgyhogy nem ez volt a legjobb filmválasztásunk idén sem. Egyébként, ha valakit érdekel, hogy miért nem tetszett nekem a Thor Ragnarok, az volt vele nagyon jó problémám, hogy ilyen nagyon komikusra vették az egészet, és így nem éreztem azt, hogy ez egy Marvel képregény film, hanem egy ilyen nagyon kac-kac-szerű film, és valahogy így nem tudtam hova tenni, így a Marvel filmektől nem ezt vártam, és igazából mondhatjuk azt, hogy akkor ez így más volt, mint a többi, de valahogy nem éreztem a súlyát annak, ami történik éppen a világban, pedig azért egy elég durva történetet mesél el a Thor Ragnarok, de hát nekem annyira nem tetszett. Harmadik kérdés, mik a kedvenc filmjeid? Hát az egyik, amit már említettem, az a Mission Impossible, és egyébként a mai napig szerelmese vagyok a sorozatnak. És Isten az atyám, én szeretem Tomot, és nagyon jól tudom, hogy nem olyan jó színész, jó helyen volt, jó időben, jó akció színész. Néha próbál drámát játszani, és nem nagyon megy neki, talán kétszer sikerült eddig. Az Esőemberben szerintem jól játszott, illetve van ez az ügyvédes film, abban is jól játszott. A többi meg néha egy ellavírozgat, de azért a Mission Impossible mégiscsak az ő nevéhez kötődik, és én nagyon szeretem mind a sorozatot, mind pedig magát az embert, és nagyon kíváncsian várom a hatodik részt, ami idén jön a mozikban, mert hogy lesz Mission Impossible 6, Tom Cruise meg valamelyik filmforgatás között fog egyszer meghalni, mert hogy értétek, 50 nem tudom hány éves, és még mindig akciófilmeket járt, nagyon durva. Negyedik kérdés, milyen műfajú filmben lennél te karakter? Fogalmam sincs. Soha nem szoktam ilyeneken gondolkozni, inkább csak olyan szokott eszembe jutni, hogyha mondjuk éppen bele vagyok szerelmesedve egy sorozatba, vagy mondjuk filmbe, akkor mondjuk ha ellátogatnék a szetre, akkor kinek a szerepét játszanám el, de hogy ilyen, hogy most romantikus, vagy akció, vagy ilyesmi, fogalmam sincs. Nem tudom, tényleg nem tudom. Ötödik kérdés, ki játszana téged egy filmben? Szintén nem tudom. Az egyik nagy kedvencem Olivia Wilde például, imádom azt a nőt, de nem feltétlen gondolnám, hogy ő például engem így eljátszana, vagy ilyesmi. Hatodik kérdés, mi a top kedvenc három sorozatod? Nehéz kérdés, mert most éppen eléggé lavírozgatunk a sorozatokkal. Az egyik, amit nagyon várok egyértelműen, az az Expanse. Azt nagyon szeretem. A másik végül is, amit még mindig várok és szeretek, az a Sherlock, de ott is egy kicsit így lankad a kedvem. Régen imádtam a Doctor Who-t, de Peter Capaldi, viszont most jön az új női doktor, arra nagyon kíváncsi leszek. Most mit? Ja, Shadowhunters, mint egy ilyen guilty pleasure, azt is nagyon várom, az is most lassan újraindul. Aztán régen nagyon szerettem a Walking Dead-et, de erről az utolsó évadról már nem nyilatkozom, én sem. Pedig olyan sokáig kitartottam emellett. Hetedik kérdés, mi idegesít legjobban egy filmben? Na, ez nagyon jó. A legtöbb film, ami 2 órás és annál hosszabb, tele van fölösleges feszültségkeltéssel, és erre a legjobb példám ever a Star Trek 2. Na, a Star Trek 1 rebootja gyakorlatilag attól volt tökéletes, hogy megcsavarta az alaptörténetet, létrehoztak ugye egy párhuzamos univerzumot, és így követted ugyanazokat a szereplőket, és csillogott a szemed, mert annyi utalás volt benne, hogy csak na. Mi történik a 2. filmben? Az első 1/2 óra alatt elkövet a főszereplő egy hibát, ezért lefokozgatják, tiszta izé van, hogy hülye vagy fiam, izé mit tudom én,
10 perccel később meghal ő, meg ő, meg ő, fú, kell valaki, aki megmenti a világot, te leszel az. Tehát, hogy így nem, tök fölösleges. Elég lett volna a 30. percnél elkezdeni megjelni, Kán szétrobban mindent, kapjátok el, elkapják. Teljesen fölösleges az első 30 perc, ha engem kérdeztek. Nagyon sokszor érzem azt, hogy az ilyen hosszabb filmeknél vannak ilyen fölösleges első feszültségkeltések, nem tudnak jó filmeket kezdeni, és lehet ezért utálni. Egyébként én imádom a Star Trek részeket, a Star Trek 1-et különösen, még amúgy a 2-t is szeretem, a 3-assal már azért voltak problémái. Úgyhogy ez, amit nagyon utálok a filmekben. Hú, meg azt utálom még, amikor megalapozatlan a romantikus szál, a gangster Squad, vagy mi volt ez a film, amiben 3 jelenetük volt összesen, de a harmadikban már csatagszerelmesek voltak egymásba. Nem, léci, ne. Ilyet ne csináljatok, ne. Meg néha ki lehet hagyni a romantikus szállat. Nem kell mindig romantikus szál. 8. kérdés. Mi az a film vagy sorozat, amit soha nem fogsz megnézni? Nem tudom. Mármint így. Mindig vannak olyanok, amikre azt mondom, hogy nem, nem, nem. De nekem igazából, ami eszembe jut, az nem is egy film vagy egy sorozat, hanem nézem a Trónok harca sorozatot, soha nem vagyok hajlandó elolvasni a könyvet. Nem fog megtörténni. Biztos nagyon jó, sokan szeretik, ne. Én nem. Nem, nem, nem. 9. kérdés. Melyik színésszel, színésznővel vagy filmrendezővel találkoznál szívesen? Ez egy nehéz kérdés számomra, mert az írókkal való találkozással sem nagyon tudok sok mindent kezdeni. Mármint, hogy van egy-két dedikált könyvem, de így valahogy... Tehát így most, ha találkoznék Olivia Wilde-dal is, így jaj, szia, imádlak, ő meg így, há, köszi, értitek. A férfiak közül meg Jeremy lenne még ilyen nagyon nagy szerelmem, aki ez a hú, de szeretlek nézni a mozivászon. Tehát, hogy nem igazán tudok vele mit kezdeni, olyan kifejezetten nagy rendezői mániám sincs. Guy Ritchie-nek imádom egy-két filmjét, mert szerintem szenzációs, de Wes Anderson is csinált azért nagy dolgokat, meg hát végül is egészen ki vagyok most már békülve Tarantinoval is, de hogy így nem igazán tudnék egy ilyen találkozással mit kezdeni. 10. az az utolsó kérdés, mi az aktuális kedvenced, amit most láttál, vagy most szeretnél megnézni? Talán mondhatom ide a Jessica Jones 2. évadát. Jessica Jones-t imádom. Tehát, hogy az a nő abban a sorozatban, hú, de like, nagyon like. Viszont a 2. évadról hallottam érdekes komment reakciókat, és félek megnézni. De most amit várok, az az lesz, és majd egyszer elveszem magamat, hogy akkor megnézem a Jessica Jones 2. évadát. És ennyi volt ez a filmes. Köszönöm szépen Elinek még egyszer, hogy kijött, és köszönöm szépen, hogy megnéztetek ezt a videót. Ha szeretnétek még tőlem ilyen nem könyves típusú teget látni, akkor hagyjatok lent kommentet, és majd szemezgetek belőlük. Legyetek jók, azért olvasatok sokat, de nézzetek sorozatokat, meg filmeket is, ha éppen ahhoz van kedvetek. Sziasztok!